utána a másik atmoszférikon, 94-ben. Tehát érdekes módon, hogy hát akkor már kint éltem, és már akkor is ő volt politikai jelentés. Hát, az eredménye lesz az, hogy valami módon de hogy mikor kezdődik, és ha megjött a Dóri, úgyhogy akkor kezdődik. Hát, hogy szocialista realizmus. De most nézd el, Hello, sziasztok! Nagyon örülök, hogy ennyien eljöttetek. Arra szeretnék mindenkit megkérni, hogy nagyon bátran azokban a táblákban ott válogasson kezére, és akkor kell így félkor elindulna a zéró demonstráció, az András Tiszton. Yeah.
Lehet, hogy bevárjuk egy mert
Jövő hét lesz a Eurofighter, meg lesz.
Küldöm a linket. Amikkel az emberek kivonulnak. Minden üres szó. Ez nekem tetszik, szimbolikus. Ez valami művészeti projekt? Telibe találtál. Teljes mértékben. És a művészt is itt van valahol. Egy idősebb férfi, Tóth Andrének hívják. Már ilyen 70 fölött. Németországban él egyébként, és ott szokott ilyen művészeti akciókat csinálni.
akciója. Itt vagyunk az Andrássy úton. Nem soká a Bajcsy-Zsilinszky és Andrássy kereszteződésre be fogunk érni. Jelenleg rendőri kísérettel haladunk, és két rendőrautó elől és hátul kísér bennünket ezen a zéró demonstráción. Szóval most még a piroson is átmehetünk, ez tök király. Ez egy ritka pillanat. Thank you.
kezét szeretném megköszönni mindenkinek, aki eljött, öröm volt veletek ennyi demonstrálni, reméljük, hogy majd még lesz ilyen lehetőség, és vigyázzatok valamit a hazafelé, mert fogok szüleges. Na, ez szóval nagyon klassz volt. Köszönöm! Hogy álljon a felvelés elég, és 6 készítettek. Igazából.